már hozzátettem a sót és a vizet. Szép egyenletesen kezdi összedagasztani. Ez látszik, hogy most jó híg, de ugye azért, mert ehhez még fogok hozzászitálni lisztet. A alap liszt a tönkönynél az a teljes kiöllésű liszt. Többfélét kipróbáltam, jelenleg ez vált be legjobban, ez a tönkődiszt. A család ellátónak a tönkődisztje. Hát voltak borzalmas esetek is, például szajtánt akartam készíteni, aztán csak úgy átfolyt a szűrőn a sikér átmosásakor, megölte a kovászt, nem kelt meg a... Amikor pótoltam a kovászt, utána teljesen tönkrement a kovász kultúrám a liszttől, tehát ilyen toxikus lehetett. Szóval hát kellett kísérletezgetni egy-két fajtát, mire sikerült. És a család nem annyira van oda, amikor 100%-a teljes kiöllésű tönkölyből van. Ilyenkor lehet hozzátenni ebből a másik lisztből, amit ők király lisztnek hívnak. Hát én ennek a kalászait nem láttam, de meg fogom nézni őre. Viszont azt mondják róla, hogy ez egy régi magyar fajta búzának, meg a tönkölynek a kereszteződéséből van ez a liszt, tehát elvileg ugyanolyan jó, mint a tönköly. És ezt a malomba fehér liszté, ami ugye a tiltott listán van a fehér liszt. Na most érdekes módon a tönkölynek a fehér lisztje nincs probléma. A kovász viszont kérje a teljes kiöllés, mi ugye pontosan azokat a anyagokat, ami teljes kiölléskor benn marad, azt dolgozza fel a kovász. Egyébként azért nem élesztővel kell csinálni kovásszal, mert a kovász valahogy úgy megemészti azokat az anyagokat, és a kelesztéskor több óra alatt kell meg, úgy átdolgozza a lisztet, hogy emiatt aztán nem érzékeny rá a gyerek. Tehát egyrészt a benne levő fehérje is más láncú, mint a mostani módosított gabonáké, másrészt pedig a beltartalmi értékét megváltoztatja a kovász. Valószínű, hogy a keményítőt elkezdi erjeszteni, vagy valamit csinál vele, nem tudom, mert nem vagyok pék, ezt egy péktől meg kell kérdezni, hogy mit csinál a kovász. Én csak a gyakorlati oldalát tudom mondani, hogy a kovász dolgozza fel úgy a lisztet, hogy utána nem érzékeny rá a gyerek szervezete. Hát most már hozzá fogom szitálni akkor tehát ezt a fehér lisztet, mert ebből most egy nagyon finom ilyen zsemleszerű dolog is ki tud kerekedni, vagy ilyen korpás zsemle utánzat, és lehetne teljes kiöllésűvel folytatni, akkor egy olyan kenyeret kapnánk, vagy lehet ezzel a fehérrel is, egyikre se érzékeny a gyerek, tehát ízléstől függően lehet variálni. Ezt mindenkinek ki kell próbálni, hogy csak a teljes kiöllésűt tudja elfogyasztani a gyermeke, vagy a királylisztből is tehet hozzá. A hagyományos malomipari boltokba kapható fehér lisztet, azt viszont abszolút zárjuk ki. Tehát annak a fehérjéje, ami benne van, az legtöbb embernél lisztérzékenysége.